Ma három előterjesztésünk van, mind a három előterjesztés erről a bizonyos népifős ipari park fejlesztésről szól. Ahogy ismét a 60-i ipari park fejlesztése volt napirenden a képviselők rendkívüli ülésén hétfőn. A beruházás részleteiről is tárgyalt a testület. Egy kormányzati cég, a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő ZRT valósítja meg a fejlesztést, amelyre a szükséges forrás rendelkezésre áll. Erről a cég munkatársai biztosították a testületet. Az ipari beruházások célja az állami versenyképesség javítása. Ehhez kerestek alkalmas területeket. És ebben a tekintetben 60 város volt az első, aki ennek az együttműködésnek a révén, a Bosch-sal, illetve a NIPIF közreműködésével az első projekt létrejött. Ez kormányzati támogatással valósul meg, hiszen kiemelt beruházási státuszt már megkapta ez a beruházás. Az ülésen a Bosch is bemutatta az új ipari területre vonatkozó fejlesztési terveit. Horváth Richárd polgármester leszögezte, hogy kiemelten támogatják a beruházást, ezért még ebben az évben többször is összeül a testület annak érdekében, hogy a város részéről ne legyen akadálya az ipari építkezésnek. Ez a beruházás és az egyéb más munkahelyteremtő beruházások 60-ban egyfelől igen-igen jelentős számú új munkahelyeket fognak teremteni a városban, ugyanakkor viszont ennek van egy olyan kihívása, amelynek a városnak kell megfelelnie, hiszen hogyha itt letelepülnek az új családok, és új munkavállalók jönnek a városba, akkor ez mindenképpen érezhető lesz majd az óvikon, az iskolákon, a város életében. Tehát ez egy olyan-olyan fejlődés lesz, amelyre én úgy gondolom, mindannyian büszkék lehetünk majd. 2018 márciusára a tervek szerint már működni fog az ipari park.